új torna termet avattak Tomaj-Monostorán. Tanulmányi támogatásra lehet pályázni. Francia delegáció vendégeskedett Karcagon. Vezérszónok volt az országgyűlésben F. Kovács Sándor. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 4-én 18 óra 5 perckor. Hosszú várakozás, előkészítő munka után átadták a Tomaj-Monostora első tornatermét. Közel 300 millió forintból épült tornaterem Tomaj-Monostorán a Nemzeti Sportközpontok beruházásában. Az átadó ünnepségen Fazekas Szabolcs, a község polgármestere szólt a jelenlévőkhöz. A felépült új intézménynek a sportélet színterén túl a falu megtartó erejében is jelentős szerep jut. Célom az itt élők életminősége fejlődjön úgy, hogy megbecsülik és elismerik a múlt értékeit. Ezek a gondolatok inspiráltak, amikor a névadót a település lakóival választottuk, és a lakosok egyöntetű javaslata is találkozott az én elképzelésemmel. Nem véletlen az, hogy a tornateremmel kapcsolatban mindenkinek Kovács Béla vetődött fel, hiszen hosszú évtizedeken keresztül olyan edzett, erős fiatalok kerültek ki a kezei alól, akiknek további életükben nagy segítséget jelentett a sportos előélet. Ők az általános iskolában az átlagosnál többet kaptak, életformájukká vált a sport. Örülök, hogy ezzel a mai rendezvényen méltón tisztelekedünk igazgató munkássága előtt. A település vezető mérföldkőnek nevezte a Tomaj-Monostora Sportközpont Kovács Béla tornaterem megnyitását. 2006-ban az iskola létszáma 70 körüli volt, az 5. évfolyam tanulóinak a szomszédos iskolába kellett járniuk. Lehangoló volt számomra ez a kényszerhelyzet. Minden erőmmel arra törekedtem, hogy Tomaj-Monostoron egy jól működő iskola maradjon, emelkedjen a tanuló létszám. Korszerű felszerelésekkel segítsék az eredményes nevelő-oktató munkát. Sikerült visszafordítani a folyamatot, céljainkat elértük, mert az iskola tanulóinak a létszáma 180 főre emelkedett, az oktatási intézményeink megújultak, középiskola, egyetemi tagozat működik és épül a bölcsöde. Már csak a tornaterem hiányzott. A tervem találkozott Magyarország kormányának a célkitűzéseivel, mely feladatai között határozza meg a jövő nemzedékek nevelésének, egészséges fejlődésének támogatását és a ehhez korszerű infrastruktúrális hátteret biztosít a kis településeken is. Sikeres pályázatunknak köszönhetően 2017-ben kezdődtek az előkészületi feladatok, a tervezés. A kivitelező 2021. április 15-én adta használatba az épületet. Az átadó ünnepségen részt vett F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki beszédében a rendszeres sportolásra hívta fel a figyelmet. Egy szülőnek már nem kell a nagyobb város iskolájába vinni a gyermeket, hogyha azt szeretné, hogy színvonalas oktatásban, színvonalas és egészséges sportolási lehetőségben lehessen része. Hiten egy kis faluban, itt Tomaj-Monostorán is, már megvan a kitűnő óvoda, megvan a kitűnő iskola, megvan hozzá most már a sportolási lehetőségnek 21. századi helyszíne és módja. És persze köszönhető ez az épületeknek. De nem az épületeknek köszönhető egy sikeres élet, egy sikeres életpálya a gyermekek részéről, hanem köszönhető az eddigi itt tanító pedagógusoknak, azoknak a szülőknek, akik ide íratták be gyermekeiket. Az iskola diákjainak műsora és bemutatója után az ünnepélyes szalagátvágás következett, majd a katolikus plébános és a református lelkész kért áldást az új létesítményre. A tornatermet a község testnevelőjéről Kovács Béláról nevezték el, akinek nevéhez fűződik a tomai sporteredmények egyik jelentős része. A nyugdíjas pedagógus is részt vett az ünnepségen. Amikor Fazekas Szabolcs polgármester úr közölte velem, hogy Béla bácsiról fogjuk elnevezni a épülő, majd épülő tornatermet. Hirtelen nem tudtam szóhoz se jutni. Annyira mélyen hatott belém. Úgy éreztem valahogy, mint Szegedén a sportcsarnokban,
amikor a csapat második lett, és egy 10 éves kis Simon Pisti nevű gyerek nem találta a dobogót, a második helyet. Mutattam neki, ott a kettes, add, állj fel. Hát én is így voltam, zavaromba, és hát nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönettel vettem, és hadd tegyem hozzá. Ez a kiírás nem csak az én érdemem, hanem az akkori, a 3-4 évtized tantestület munkája, segítsége, és azadnak a sok-sok gyereknek az adottsága, szorgalma, eredménye. Ez közös munka. Az ünnepélyes tornaterem átadó után megtartották a hagyományos búcsút. Fontos pályázatra és beadási határidőre szeretnénk felhívni figyelmüket. A Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága meghirdeti a karcagi lakóhelyen rendelkező felsőoktatásban tanuló hallgatók és középfokú iskolában tanuló 2021 második félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó felső oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy középfokú iskolában nappali tagozatos tanulmányokat folytat. Tanulmányi eredmény eléri a pályázati kiírásban meghatározott tanulmányi átlagot. Az egyfőre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 99.750 forintot. A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a karcagi polgármesteri hivatalból. A pályázatot a karcagi polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani, a Karcag Kossuth tér 1, földszint 52-es irodába. A beadás határideje 2021. október 31-e, az elbírálás határideje 2021. november 30-a. A francia delegáció tagjait Szepesi Tibor Karcag polgármestere vezetésével a megyeházán Hubai Imre közgyűlési elnök is fogadta, és a vendégekkel kulturális és sport együttműködésekről egyeztetett. Szepesi Tibor polgármester második alkalommal találkozott Lungu új polgármesterével, így azokat a kapcsolatokat, amelyek a két település között több évtizede létrejöttek és folyamatosan működnek, újra tárgyalták. Nagyjából egyszerre léptünk hivatalba, hiszen franciaországi testvérvárosunkban, Lungóban is nem olyan rég volt polgármester választás. Így azokat a kapcsolatokat, amelyek a két település között több évtizeden létrejöttek és folyamatosan működnek, hiszen azért tudjuk, hogy nem olyan régen fiatalok voltak kint Lungóban, ide látogattak a francia diákok azt megelőzően, és hát nyilván folyamatos a kapcsolat, a kézművesek, a karcagi termékek jelenléte Lungóban. Tehát azt gondolom, hogy volt miről egyeztetnünk. Nem olyan rég én is Lungóba látogattam, és ott találkoztunk először polgármester úrral, most pedig ők látogattak el Karcagra. Első hivatalos külföldi delegációjára érkezett polgármester úr, ismerkedik a várossal, ismerkedik a karcagiakkal, ismerkedik azokkal a hagyományokkal, amelyeket mi szeretnénk a francia testvérvárosunk lakóival megismertetni, és hát nyilván ő elmondta azokat az elképzeléseit, amelyet aztán a jövőben különböző pályázatok, lehetőségek formájába szeretnénk a két település között megvalósítani. Első hivatalos külföldi delegációjára érkezett Karcagra francia polgármester, aki ismerkedett a várossal, a karcagiakkal, azokkal a hagyományokkal, amelyeket szeretnénk a francia testvérváros lakóival megismertetni. Nagyon nyitott polgármester úr, nagyon sok elképzelése van, hiszen ő meggyőződése az, és ebben azt gondolom, hogy közös nevezőre találtunk, hogy azokat a csoportokat, azokat a lehetőségeket, korosztályokat kell megtalálnunk, akik szívesen megismernék egymás kultúráját. Azt láttuk, hogy a fiatalok, tehát a 16-22 éves korosztály nagyon jól és nagyon felszabadultan érezte magát Franciaországban. Gondolom ez egyébként viszont is így működne. Illetve abban gondolkozunk, hogy ezt egy kicsit az idősebb korosztály felé is nyitni, hiszen találunk olyan mozgásformákat, különböző szabadidős tevékenységeket, főzést, horgolást,
sakkot, tehát sok mindent egyeztettünk itt, vagy rumikubot polgármester úrral, amihez nem feltétlen nyelvtudás szükséges, hiszen egy-egy ilyen tevékenység közben azért túl lehet lépni a nyelv okozta nehézségeken, és meg lehet találni azt a közös hangot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon tartalmas és nagyon előremutató volt az a beszélgetés, amit egymással folytattunk, és hát bízom abban, hogy ennek valóban előremutató programjai, együttműködései lesznek a jövőben. M. Pascal Ordvillé polgármester elmondta, 2020. júliusában választották meg polgármesternek. A karcagi az első külföldi útja beiktatása óta. Nem csak, hogy először jár Karcagon, hanem ez a legelső hivatalos külföldi útja, amióta polgármesterré választották. Úgyhogy nagyon büszkén mondja, hogy ez az első látogatása külföldön. Bulgáriába hívták, mert egyszer azon az utazáson sajnos egyéb hivatali elfoglaltságok miatt nem tudott részt venni. Nagyon örül, hogy találkozhatott nemrég a hozzájuk kilátogató karcagi, bolgár és lengyel fiatalokkal. A szélmalom nagyon tetszett neki, és ahogy Rózsa Sándor jegyző úr körbevezette őket, egy fantasztikus idegenvezetésben lehetett része. Nagyon sok érdekes és hasznos információt tudott meg, és reméli, hogy hamarosan fel lehet újítani majd a szélmalmot, mert megérdemli ez az épület, hogy a régi pompáját láthassuk. Sok érdekes és hasznos információt tudott meg. Reméli, hogy hamarosan fel lehet újítani majd a szélmalmot, hogy a régi pompáját láthassuk. A rögtönzött karcagi kézműves termékek bemutatója tetszett neki. Megkóstolta a helyi ízeket is. Náluk is vannak kézműves vásárok másfajta termékekkel. Vannak kézműves vásáraink, természetesen másfajta termékekkel, mint itt, de léteznek a kézműves vásárok. Úgy érzi, hogy nagyon kedves fogadtatásban volt részük, mindenki nagyon tényleg szeretetteljes fogadtatásban részesítette őket, úgyhogy csak megköszönni tudja. Az országgyűlésben vezérszónokként érvelhetett F. Kovács Sándor, a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő és a Magyar Falu programot érintő jogszabályváltozások mellett. Beszélgetésünket kezdjük először a parlamenttel, hiszen összeült a parlament, elkezdődött az őszi ülésszak, és rögtön első napon volt az egyik témának a vezérszónoka. Beszéljünk egy picit erről, mi volt ez a felszólalás? Hát igazából nem is az első nap, hanem a második nap kedden, hiszen az első nap a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával és az azokra adott reakciókkal kezdődött. A második nap az már egy rendes munkanap volt a parlamentben is. Egy olyan törvényhez szóltam hozzá, én voltam a gazdasági bizottságnak a vezérszónoka, amely több témától elállt. Egyik az egyetemek vagyonjuttatása, hiszen az egyetemeket át kell szervezni, hogy a 21. században még hatékonyabbak legyenek, még jobb oktatást tudjanak nyújtani, és előrébb tudjanak lépni a nemzetközi ranglétrán. Hiszen minden országnak az a legfontosabb, hogy kiművelt emberfők alkossák a lakosságot, és az egyetemek színvonalát, hogy fel tudjunk zárkózni a világ gazdagabb és fejlettebb feléhez, akkor át kell szervezni. Nagyon nagy tőkejuttatás került az egyetemekhez, nagyon nagy források, csak ezeket a forrásokat tudni kell fogadni is, hogy hatékonyan legyenek felhasználva, és ez a törvény ezt célozza meg, hogy a nagy tőkejuttatást, a nagy állami segítséget, amit az egyetemek kapnak, felkészülten tudják fogadni, és minél hatékonyabban tudják felhasználni az oktatásra. Ez volt a törvény egyik része. A másik része pedig foglalkozott a Magyar Falu programmal. Hiszen a Magyar Falu program egy nagyon sikeres program lesz, hiszen a kistelepüléseken, a vidéki kistelepüléseken nagyon sok fejlesztés történt. Infrastruktúrális fejlesztés, óvodák, iskolák, középületek megújítása. De volt egy olyan probléma, hogy van a Magyar Falu programban egy olyan lehetőség, hogy 2000 fő vagy annál kisebb településeken boltnyitás vagy a boltok, a vegyes boltok támogatására lehet pályázni. De vannak kizáró okok, amikor akár a település vezetője vagy hozzátartozó
Tója üzemelteti a kisboltot, és nem tud pályázni, és elesik a település az egyetlen kisbolt pályázattól. Tehát nem nyílhat kisbolt, vagy nem lehet fejleszteni. Ez a törvényjavaslatban ez meg lesz oldva, és így elhárul a lehetősége, hogy a legkisebb településeken is legyen akár egy vásárlási lehetőség, akár egy kicsi élelmiszerbolt, egy kicsi vegyesbolt, ami a lakosságot ki tudja szolgálni. Ez volt a második nap, és hát én voltam a vezérszónok, a következő nap pedig már bizottságülések voltak, és tovább tárgyaltuk a további törvénymódosításokat, a további javaslatokat. Itt akkor térjünk egy picit vissza a Magyar Falu programra, hiszen a körzetünkben nagyon sokan tudtak pályázni, és az elmúlt időszakban láthattuk, hogy ezek a beruházások jó része meg is valósult, és ahogy itt mondta, akkor Berekföldő lehet, hogy ebben tud pályázni majd esetleg az üzleteknél is, hiszen egy kis település, igen, vagy esetleg Bánhalma, amit érinthet ez az, igen, új módosítás. Hát csak hogy a Berekföldőnél tartunk, az előző Magyar Falu programban Berekföldő kerékpárút fejlesztésre pályázott, ami meg is fog valósulni, tehát a település belterületén lévő kerékpárút ebből a Magyar Falu programból fog megvalósulni. De nagyon sok településen akár orvosi szolgálati lakás, orvosi eszközök vásárlása, temetők rendbetartása, óvodák, iskolák felújítása. Pont tegnap voltam Tiszaderzsen, ahol az óvoda felújítás részben a Magyar Falu programból valósult meg. Tehát mindenképpen fontos az, hogy a kistelepüléseknek legyen lakosság megtartó képessége, hogy a kistelepülésen élni is olyan legyen, mint egy nagy településen, ne legyen rosszabb minőségű, ha valaki falun él, vagy falun nő fel, tehát az iskolákat, óvodákat ugyanígy támogatni kell. Tehát egy falusi gyerek ne legyen hátrányba amiatt, hogy egy olyan településen született, ahol kevesen laknak. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!